A csengei színpadán Pakson egymást váltották a fiatal tehetséges zenekarok. 53 formáció jelentkezett előzetesen a Jazz Rock Pop Tehetségkutató Fesztivál paksi helyszínére. Közülük a zsűri 13 csapatot válogatott be, akik a színpadon is megmutathatták élőben magukat. Végül 12 érkezett meg a helyszínre. Idén is egy színvonalas rendezvény tehetségkutató volt, a 24. Országos Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál. A zsűri szerintem örülhet, mert mindenféle zenei irányzat megmutatkozott. A fúziós metától, a poppon át, a latinos stílus, volt rebetétes formáció is, úgyhogy azt gondolom, hogy színes paletta volt, aki ide érkezett hozzánk. A technikára idén sem lehetett, azt gondolom, panaszkodni. A hangtechnikusaink minden alkalommal abban a röpke beállásban, ami idejük van, megteszik, amit meg lehet, és utána a zenekarokon van a fény és a központ, hogy na akkor most ti is azt, amit hallhattunk tőletek esetleg stúdióverzióban, hogyan játszátok el élőben. És helytáltak, azt kell mondanom. A Jól bevált csapatot ne változtass címmel szoktunk nekiindulni a szervezésnek, Hufferivel és az Egyesület tagokkal együtt. Most ebben az esztendőben egy új zsűritagot is köszönhettünk, Lukács Péter, Lukács Petta személyében, egy nagyon elismert gitárvirtuóz, gitáros. Sokan ismerhetik a Bikini Együttesből is, ott is sok éve zenél már. Ő egyébként Tóth Viktor, paksi jazzzenész helyett érkezett a zsűribe, mert Viktort is megkérdeztük idén, nem volt éppen alkalmas, mert máshol van koncertje és máshol kell teljesítenie. Úgyhogy Peta ült be, ő volt a 6. zsűritag, de ugyanúgy Belki Tamás volt a zsűri elnöke, mint az előző esztendőkben, Sárdi Barbara az egyetlen női tag, illetve Pap Gyula bácsi is itt volt szerencsére, és Andrássy Kremó, a Hangszeresek Országos Szövetségének vezetője, valamint Lombos Márton, dalszövegíró, zenei újságíró és zenei műsorok vezetője az, aki elmondta a véleményét a produkciókról. Ők egyébként találkoztak már itt is olyan zenekarral, akiket korábban is már zsűriztek, így van ilyen összehasonlítási alapjuk is, úgyhogy, de mindenképp kell, hogy, és nem probléma, hogy például akár a SED együttes is múlt évben is megmutatkozott Pakson, bemutatkozott idén is, illetve hallhatta már őt a zsűri máshol is. Tehát kellenek a visszajelzések, kellenek az, hogy mit tudnak beépíteni a produkciójukba, jövőre mit tudnak kamatoztatni ebből, és hogy tudnak felfele-felfele törni az amatőrségből, a jó értelemben amatőrségből a profi szintű előadásmódig. A Monori Plus Bass zenekar 2 éve játszik együtt ebben a felállásban. Hát rólunk azt kell tudni, hogy ilyen picit fura maga a műfaj, hogy ilyen alternatív rockos témák keverednek valahogy a pop rockkal, poppánkkal, meg imittam ott néha metázni le is, de az csak így ilyen kis ízelítő jelleggel. Amit hibának látok magunkban, azt hozták fel a zsűri is, hogy picit még ilyen, így fogalmaztak, hogy kilométerhiányos, és ez igaz is, mert ilyen formációban még viszonylag keveset koncerteztünk, még úgy a színpadi koreográfia az még keresi magát, igyekszünk, de az jó esett, hogy tényleg csak abba kötöttek bele, vagy nem belekötöttek, hanem arról fogalmaztak meg kritikát, amit én is kritikusnak éreztem. Kérdezem, mi lett téged, mintha nem te lennél, lyuk a téged, a cigén, a füst mögül jössz elő. A szemedben látom, ott a végzet, tudtam már előre az egészet, elrontották a csillagot. A SED zenekar 2017-ben alakult, ők már visszatérő csapat Pakson és más tehetségkutatón is. Jellegzetes 2000-es évekbeli, 90-es évek végbeli magyar altert játszunk, tehát hogy ahogy mondták is Kispál, és 30-20 után szabadon próbálunk utat törni így most a 10-20-as évekbe igazából, tehát stílusok talán ilyesmi, picit olyan garázsrokkos talán, valami ilyesmi. Mai nap pedig szerintem abszolút
jó sikerült. Mi fönt a színpadon nagyon jól éreztük magunkat, tehát hogy jót zenéltünk, már nagyon akartuk, hogy kizenéltük magunkat, és igazából szerintem úgy kritikát nem is kaptunk, tehát csak szépeket mondtak, és még jó tanácsokat inkább, nem kritikákat, hanem jó tanácsokat, ugye, hogy jó lenne még egy gitár, amit a Remo mindig elmond, meg még valami volt, hogy azt is inkább jó tanácsnak vettem, hogy nagyon hasonlít tényleg a 30Y-ra, és valószínűleg jobb ötlet picit úgy eltávolodni ettől. Te minket nem választ a semmi, te vagy a szerelmem és az egyik. Vártam rád, én mindig vártam rád, tudtam, hogy te leszel az életem. Mikor ott megláttam, már akkor tudtam jól, hogy te leszel a mindenem. A Mil Passos nyerte a 24. Jazz Rock Pop Tehetségkutató Fesztivált a Csengei Központ színpadán, így ők részt vehetnek a Kárpát-medencei döntőn 2022 őszén. Az első három helyezett fellépési lehetőségeket, értékes nyereményeket, pénznyutalmakat kaptak.